Pár számot még itt az idő előrehaladása miatt, hogyha felvetíthetek. A hitelállományunkról a miniszter úr is szólt, emellett látszik, hogy a hitelfolyósításunk egyre inkább a KKV szektor felé kell, hogy ellépjünk, vagy elmítettük itt a piaci hiányosságok értékelése kapcsán. Látszik az, hogy egyre sokkal igényesebbé válik a mi munkánk is, hiszen nyilván egy KKV kisebb hiteligénye, a számosságában nagyobb ügyfélkört jelent, ez pedig a banki működésnek az átalakítását is jelenti majd az elkövetkező időszakban is. Én úgy gondolom, hogy azzal a hitelállományunkat elértünk, részben refinanszírozási módon is elégedettek lehetünk, de nyilván nem megelégedettek, hiszen számtalan lehetőség van még előttünk. A biztosítások megosztása országunk szerint itt nyilván bizonyos egyedületek a hatása pedig Indonéziában jelentkezik és mutatja magát. Magyar hányad vonatkozásában nyilván önök hallottak róla, hogy azért egy export ügylet vonatkozásában a magyar hányad tekintetében nagyon fontos, hogy megtaláljuk, meglegyen, annélkül nem is lehet finanszírozási ügyletet lebonyolítani, hogy árak esetében legalább 50%-os magyar hányad ne legyen. Ez nyilván a nemzetközi gazdasági hatások mérése szempontjából elsődleges, hiszen minden ügylet mögé most már nemzetgazdasági hatásvizsgálatot kell tekinteni. Ennek van egy módszertana, ami alapján azt vizsgáljuk meg, hogy az adott ügylet ugyanis mi módon járul hozzá a magyar GDP-hez, az adott esetben a támogatási tartalom hogyan viszonyul a különböző előnyökhöz, hatásaihoz, a magyar adófizeték vonatkozásával is. Ez pedig nyilván a stratégiai célok teljesülésének visszamérését idézi elő, illetve okozza. Három részcélt szoktunk kiemelni, ez most nem sorolom az idő szűkössége miatt, főszerkesztőletes az, hogy nagyon-nagyon módosan kezd rám nézni. Mindenki el tudja olvasni, és nyilván rendelkezésre tudjuk bocsátani a diákat is, tehát e tekintetben ez elolvasható. És talán még egyre szeretném fölhívni a figyelmet egy diára. Ezek a tavalyi végi számainkat jelzik. Nyilvánvalóan a kötelezettségállomány mögött nem csak a hitelek, hanem a garanciállomány és a különböző keret is vannak, tehát amelyek hitelkeretként rendelkezésre állnak, de még adott esetben nincsenek teljes mértékben kihasználva, hiszen folyamatban lévő beruházásról van szó, vagy mondjuk újírozó keretről, amely adott esetben változik. Ezek nyilván ilyen mérleg alatti vagy vonal alatti tételekként szerepelnek, de mint kötelezettségvállalás az Exim mérlegéhez tartozik. Tavaly év végén 1456 ügyfelünk volt, és ahogy szó volt róla, meg döntő része a kis középvállalkozói körből került ki. Nyilvánvalóan a portfólió arányai alatt itt az állományt kell értenünk, és az nyilván azért kisebb, mint a nagyvállalati szektorba kihelyezett állomány, de folyamatosan idő, és a miniszter úrtól is elhangzott, hiszen számára mi biztosítottuk az információt természetesen. Az elmúlt negyed évben, tehát 18 első negyed évben fordult elő az, hogy a KKV számára folyósított hitelállományunk meghaladta már az 50%-ot, tehát a döntő nagyobb része már ez irányba megy. Ez nyilván elősegíti azt, hogy nagyon nagy termék átalakításban vagyunk benne, és ennek az eredményei a nyár folyamán kellenek, hogy jelentkezzenek, hiszen új termékekkel fogunk megjelenni. És hát még egy-két számolat arról, hogy az ügyfeleink export tevékenysége hogyan nőtt az elmúlt időszakban, elég impozáns számokat tudtunk bemutatni, és ezzel szeretném megköszönni a figyelmüket és a türelmüket, és különösen főszerkesztő asszonynak, hogy lehetővé tett, hogy el tudja mondani ezeket az információkat, adatokat az önök számára, és várjuk természetesen önöket nagy szeretettel különböző megbeszéléseken, konferenciákon, partnertalálkozókon. Köszönöm szépen a lehetőséget!